Ők a kőszegigrek. Alig egy perc van köztük, de saját bevallásuk szerint sosem volt téma, ki látta meg először a napvilágot. Kicsikoruk óta azonos volt az érdeklődési körük, és szinte mindent együtt csináltak. Most, hogy fiatal felnőttek, már útjuk külön halad az egyetemen. Egy dologban biztosan nem közösek a terveik, sosem udvarolnának ugyanannak a lánynak, mondták. Beszélgetésünk elején arra voltam kíváncsi, milyen ikernek lenni. Szerintem csodálatos dolog legalábbis. Hát nyilván azt mondom, de el sem tudnám képzelni az életemet anélkül, hogy mondjuk ő nem lenne. Szóval hát igen. Csodálatos dolog. Mert mi ugye sok mindent együtt csináltunk, bárhova ugye együtt mentünk, mindig volt kihez fordulni, vagy kiskorunkban kivel játszani, vagy bármi, tehát sose voltunk egyedül, és szerintem azért ez így nagy előny volt nekünk. Szerintem abszolút hatással van egyikünk teljesítménye a másikra, mert úgy gondolom, hogy sikereink nagy részét ugye csapatban, de közösen. Közösen értük el, és úgy gondolom, hogy nekem legalábbis biztos személyes motiváció is, hogyha ő sikeres. Akkor nyilván én is azt szeretnék lenni, és így húzzuk egymást azért annak érdekében, hogy mindketten elérjük a céljainkat. Amikor azt kérdeztem tőlük, kihasználták-e valaha az ikerségüket, harsányan tagadták az esetleges csínytevést. Olyan szempontból nem használtuk ki, mi mindig ilyen kis becsületes gyerekek voltunk. A fiúk rendszeresen felmérték saját erejüket, több versenyen mutatták meg képességeiket. Legyenek azok tanulmányok, vagy akár a sport. Hát megadatott, hála Isten a gimnáziumban tényleg, hogy sok tantárgyból, nagyon sok szerteágazó ágazatban mérhetettük meg magunkat, de úgy gondolom ez azért volt jó, mert megtapasztaltuk, hogy melyik területen kell vagyunk tényleg jók, és melyikre érdemesebb esetleg több energiát folytatni. Meg hát versenyző típusok vagyunk mindketten, szóval szerintem a versenyszám az dúl mindkettőnkben. Szeretünk versenyezni mindketten, és igazából szerintem hát minden ugye nagyon sok fele kipróbáltuk, mint mondta a Szabi magunkat, és így szerintem jó volt, hogy kitapasztaljuk, hogy tényleg mi az, amit szeretünk is igazán csinálni, és akkor abban már adtunk ugye hosszabb ideig. A családban az asztali tenisz volt az első számú sportág, a példa ragadós volt, így a srácok is hamar az asztal mellé álltak. Mi is számos sportot előtte kipróbáltunk, régebben is játszottunk, asztali teniszeztünk, volt egy kis szünet, és akkor visszatértünk, aztán most már lassan 6 éve intenzíven, úgymond versenyszerűen játszunk. A fiúk édesanyja érthetően rendkívül büszke a gyerekekre. Azt mondja, az, hogy ilyen sikeresek lettek, a nyitottságnak köszönhető, amiben nevelkedtek. És szerintem a türelem, és mindent megbeszélünk a mai napig. Szerintem ez a trükk. Nyitottak vagyunk egymás felé, abszolút és őszinték, mindent megbeszélünk, mindannyian. Rendkívül büszke voltam rá, és ahány emberrel csak találkozok a városban, mindenki csak dicséri őket tényleg, és elmondhatatlan. Szerintem a földön én vagyok a legbüszkébb anya most. Mi nagyon hálásak lehetünk a szüleinknek, mert mindenben segítettek, amiben csak tudtak. Az ifjúsági díj átvételét követően a két fiú útja elvált egymástól. Igaz csak az iskolában, hiszen együtt laknak. Mindketten Pécsen tanulunk most, de én a közgazdaságtudományi karon, a Gergő meg az állami és jogtudományi karon. Én mindenképp sportközgazdász vagy sportmenedzser szeretnék majd lenni. Hát én még teljesen ugye nem döntöttem el, mert az 5 év alapképzés után van idő, de engem a sportjog nagyon érdekel. Szóval mondják, az sem kizárt, hogy a jövőben egyszer közös vállalkozásuk lesz, mert az, hogy egymás nélkül létezzenek, szinte lehetetlennek tartják.